Színpadon a Bob és Bobék orkesztrát látják. Arany János a mi meghívott szerzőnk, és kedves barátját Petőfi Sándort is felkértük egy kis featuringre. Én nagyon szeretem Arany Jánost is, és Petőfit is. És szívesen barátkoznék velük, nem tudom, hogy ők viszonoznák ezt az érzést. Nem Arany Jánost és Petőfit csodálom, és még csak nem is a verseiket csodálom, hanem azt csodálom, amit kiváltani képesek belőlem ezek a versek. Mindazokat az érzelmeket és gondolatokat, amiket felébresztenek. Szóval ma a Toldi feldolgozását fogjátok hallani és látni, de előtte, ahogy mondtam, vendégségbe meghívtuk Petőfi Sándort, és talán ismeritek ezt a verset, a Kutyák és a Farkasok dala lesz az első számunk. Biztos mindenki szereti a kutyákat, biztos mindenki szereti a farkasokat, nem tudom, hogy melyiket szeretitek jobban, illetve mik lennétek ti inkább, kutyák vagy farkasok? Eső és hószakad, süvölt az ivatar a felhős ég alatt a téli kerfia. Eső és hószakad, mit mondunk rá? Miénk a konyha szöglete, kegyelmes jó úrunk helyhez te tett ide. S gondunk, ételre sincs, ha gazdánk jól lakik, maradt még asztalán, s miénk a maradék. Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor is. Pattogása fáj! No de... Ebcsont befor, s harag múltán urunk, ismét magához int, s mi nyaljuk boldogan kegyelmes lábait. S harag múltán urunk, ismét magához int, s mi nyaljuk boldogan kegyelmes lábaid. Felhőség alatt téli kerfia, eső és hószakad, kietlen pusztaság ez, amelyben lakunk. Nincs egy bokor se, hol meghúzhatnók magunk. Itt kívül a hideg, az éjség ott belül, e kettős üldözőnk kínosz kegyetlenül. Itt kívül a hideg, az éjség ott belül, e kettős üldözőnk kínosz kegyetlenül. Itt kívül a hideg, az éjség ott belül, kettős üldözőnk kínosz kegyetlenül, kínosz kegyetlenül. S amott a harmadik töltött fegyverek, fehér óra le, piros vérünk csepeg, fázunk és éhezünk, s átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Fázunk és éhezünk, s átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Fázunk és éhezünk, s átlőve oldalunk,
szabadok vagyunk. Uraim, Petőfi Sándort hallottátok. Jó, ez így egy kicsit furcsa hangzik, talán nem Petőfi Sándor, de legalábbis Petőfi Sándor versét hallottátok a Bob és Bobék Orkesztra előadásában. Most pedig jöjjön a Toldi, biztos mindannyian nagyon szeretitek, felnőttek és gyerekek egyaránt, hatodikban kötelező tananyag. Sokat szokták nekem mondani a gyerekek, hogy a vers arra való, hogy fejlesz a memóriánkat. És egyrészt ez is igaz, de memóriát fejleszteni sok minden mással is lehetne. De az érzelmeinket fejleszteni, arra aztán a vers talán még alkalmasabb, mint a memória fejlesztésre. Fogadjátok szeretettel tehát a Toldit, kezdjünk bele az első énekbe. Toldi, Toldi egy nagy hős. És néha talán ma is hiányát érezzük egy ilyen hősnek, de van benne valami vadság is, amit ma már talán nem igen engedhetünk meg magunknak. Azért ez a Toldi Miklós tört zúzott, hogyha kellett. Hallgassuk meg egy könnyű kis swinges előadásban ezt a törészúzást. Éjszakákon, messziről lobogva tenger pusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog felnékem, majd 9-10 ember öltő régiségben. Rémlik, mint a látnám termetes lövését, pusztító csatában száfa öklelését. Hallanám dübörgő hangjait szavának, kit ma képzelnétek Isten haragjának. Népe persze volna haragjának, bosszú álló karjától úgy elhullanának, mint a Sámsonétól, kiről írva vagyon, hogy 1000 pogányt vert egy ácson talagyon. Hárman se bírnátok súlyos buzogányát, barítja köveit, öklelő kopjáját, elhűlnétek látva a rettenetes pajzsát, és kit a csizmáján viselt a sarkantyúját, de kivín a bajt az égi háborúval, szélvesz egy zimankós, viharos borúval, és kivína Isten tüzes haragjával, hosszú kacska ringós Isten gős nyilával, mert csak az kössön ki Toldival, ha drága, s nem megunt előtte Isten szép világa. Jaj, keserves annak, aki jut kezébe, meghalt anyjának is visszari ölébe. Jaj, keserves annak, aki jut kezébe, aki jut kezébe, meghalt anyjának is visszari ölébe. Jaj, keserves annak, aki jut kezébe, aki jut kezébe, meghalt anyjának is visszari ölébe. Így sír az, aki Toldi kezei közé kerül. Szóval ilyen a mi hősünk, és ahogy mondtam, azt hiszem, kíváncsi lennék a ti véleményetekre is, hogy igényelnétek ma egy ilyen hőst, egy ilyen képzeletbeli barátot, aki ott van mellettetek. Na, de hogy a történetbe is belekezdjünk, Miklós kint áll a végtelen pusztaságon, és másra vágyik.
mert Miklós ugyebár egy parasztként van itt, így jelenik meg előttünk, egyszerű gyerek, de közben sokkal többre vágyik, úgy érzi, hogy sokkal több lakozik benne. Melegtől a kopár szik sarja, tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta. Egy csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szem ellát puszta a földön égen. Széles országútra messze, messze bámul, mintha más mezőkre vágyna e határról. Magamban, hogy itt béka módra káka között lakjam, nem is teremtőztem béresnek, villásnak, hogy petrencét hordjak akárki fiának. Nagy erőt érezek mind a két karomban, nem vesztegetem azt szérűn és malomban. Felmegyek Budára bajnok katonának, mutatok valamit ottan a királynak. Felmegyek Budára bajnok katonának, mutatok valamit ottan a királynak. Felmegyek Budára bajnok katonának, mutatok valamit ottan a királynak. Szép magyar Leventi, aranyos vitézel. Jaj, bekeservesen, jaj, bebúsan nézlek. Ej, ha én is közletek. Szép magyar vitézek, arany.
Melyik út megyen Budára? Ez a közbeszólás szakítja meg Miklós szívet tépő álmodozását. Jön Lacfi Nádor, és nem lát Miklósban mást, mint egy parasztot. És én sokat foglalkoztam a Toldival gyerekek között is, például cigány gyerekekkel, Gyöngyöspatán, és mindenki tudott azonosulni a Toldival, és biztos ti is mindannyian éreztétek már magatokat úgy, hogy kisebbnek tartanak titeket, mint amekkorára ti tartjátok magatokat. Na, itt is ez történik. Lacfi Nádor megszólítja Miklóst, Miklósnak pedig pont a lényegébe vág ez a kérdés, hogy leparasztozzák. Úgyhogy megfogja a petrencés rudat, és egy kézzel mutatja Budára az utat, hol tér el. És valahogy úgy képzelem ezt, hogy nem csak úgy egyszerűen így odabök, hogy arra tessenek menni Budára, hanem megfogja, és ez egy kihívás, és az összes lovagnak így hátra kell hőkölni, hogy hé, öreg, lenevert már a sisakomat a petrencés ruddal. Ez egy kihívás, és utána úgy állott a Miklós, hogy gyertek mindannyian, de ha lehet, akkor ne külön-külön, hanem egyszerre. És ezt meg is érzi a Lacfi Nádor. No, fiúk, birokra kiáll ki. Azt mondja a vitizeknek, hogy na, próbáljátok ki magatokat a petrencés rudas paraszt gyerek ellen. Senki nem mer. Lovastól, fegyverestől, páncélostól egy sem meri megkockáztatni, hogy ezzel a gyerekkel megvívjon. És utána persze, aztán még elbúcsúznak, Miklós néz utánuk, hívják őt a seregbe, de hát ez itt akkor nem tűnik lehetőségnek. Milyen nagyszerű ez a dramaturgia, Arany János rögtön a legmélyebbre taszítja a mi főhősünket, hogy aztán amikor ér haza, akkor még egyet kapjon majd, mert otthon már várja őt Toldi György, a róka lelkű bátyja, aki fenn Lajos királynál a tányért váltja. Aki Miklós fájdalmainak legfőbb okozója, ő valóban nemesként éli az életét, míg Miklós ide van félre rakva a anyai házhoz. Na, hazaér, és nagy sürgés, forgás várja otthon, ugyanis Toldi György hazaérkeztével sütnek, főznek, mindenki várja a ház urát, és ez Miklós bizony csak még kellemetlenebb helyzetbe hozza. Hallgassatok meg egy dalt, ami Toldi Györgynek aféle bevonuló nótája. Toldi György nagy úr volt, sok becses marhája, kincse voltam érdek, s arra büszke mája, sok nemes vitéze, fegyveres szolgája, sok nyerítő méne, nagy sereg kutyája. Látogatni jött most 40-ed magával, renyhes áska népnek pusztító fajával, és a kész haszonnak egy felét fölenni, más felét magának tarsolyába tenni. György az édesanyját hidegen köszönti, bár ez a lelkét is majd elébe önti. A szegény anyának könyvtolul szemébe, kőszívű fiának sírva lép elébe, reszkető ajakkal keze fejét gyúrván, ott reménykedik, de György korholja durván. Kecsegtes dől, beli ebedet, olyat fúvoszél, dől drága gyermekedet, már csak tejbe fajba, mit se kimény tőle. Majd terik fajankó válik így belőle, most van a dandárja réten a munkának, de foga nem fülik ahhoz-e gazdának, mint kopó, megérzi a zsíros ebédet, s nővel hegyel összehagyja a cselédet. Irattad mindig, én ha mondtam néha, nem válik belőle semmi, csak nagy léha, hogy parasztak is rossz, lebzsák kész akarva, noha bírna dolgot, mert erős, mint marha, most tehedd ablakba, húsa és kövére, szépen nő naponként anyja örömére, most tehedd ablakba, húsa és kövére, szépen nő naponként anyja örömére. Úgy, anyám! Csak is hazugság minden égel szádba, egy betű valós istódi gyönt a vádba. Jól tudom, mi lappant bokronnak megette, úgy szeressen Isten, ahogy engem ette. Rossz vagyok parasztnak, rossz vagyok vitéznek, béresek között is tölt cudar csihéstek. Forrepét, hogy másik várt feledetába, beszélni, ha tudnál egy vizes kanába. Bum,
Beszélnél, ha tudtam, tudtam, a tudnál, vízes kanálba. Azért, hogy senkinek láb alatt ne legyek, nem bánom én. Igen, akár ma elmegyek, 100 mérföld a világ, erre is, arra is, nem bánom én. Igen, elmegyek én ma is, de ami az enyém, azt elveszem minden. Aki bátya tüstén, ami engem illet, add ki a jussomat, pénz, baripát, fegyvert, azon túl az Isten, áldjon minden embert. Add ki a jussomat, pénz, baripát, fegyvert, azon túl az Isten, áldjon minden embert. Itt a jusskölök! Ne mondd, hogy ki nem adtam. Bizony, bizony, Miklós indulatát jogosnak érezzük, mindannyian, kivéve Toldi Györgyöt. Rettenetesen megszégyenítő helyzetbe kerül itt, ez bizony nagyon megalázó, a bátyja felpofozza őt. És Miklós vissza is ütne, de az édesanyjuk ugrik közéjük, ahogy Arany János mondja, pedig nem is Györgyöt, hanem Miklóst félti. Nyilván itt György rosszul járna, de nem akar nagyobb bajt magának. De a nagyobb baj úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen lesz. Györgyöt még mindig furdalja ez a gonoszság. Miklós pedig megsértődve félre vonul az udvarba. György pedig piszkálja őt. Miklós leült az udvar sarkába, a György pedig a vitézeit biztatja, hogy piszkálják föl a Miklóst. Pedig érezhetné, hogy Miklós tovább piszkálni, hát az bizony tragikus következményekkel járhat. De ő nem érzi. Kimegy az udvarba, látja Miklóst, látja vitézeit, és azt mondja, hogy hé, fiúk! Hé, fiúk! Amott ül egy túzok magában, orrát szárnya alá dugta nagy búvában. Gunnyaszt vagy, dög is már? Lássuk, fölrepül-e! Meg kell a palánkot döngetni körül-e! Gunnyaszt vagy, dög is már? Lássuk, fölrepül-e! Meg kell a palánkot döngetni körül-e! Szép öcsém, be nagy kár, hogy apád paraszbos, te is az maradtál! Szép öcsém, be nagy kár, hogy apád paraszbos, te is az maradtál! Szép öcsém, be nagy kár, hogy apád paraszbos, te is az maradtál! Szép öcsém, be nagy kár, be nagy kár! Repül a neiszkő, ki tudja, hol áll meg. Ki tudja, hol áll meg, s kit hogyan talál meg. Repül a neiszkő, ki tudja, hol áll meg. Olajütőben szétmállott a teste. Ki tudja, hol áll meg, s ki hogyan talál meg. És az összetört hús vérolaj tereszte. Repül a nehézkő, ki tudja, hol áll meg. Vér itt a poros föld nagy mohón fölnyalta. Két szemét halálos hályog eltakarta. Ebből a nehézkő, ki tudja, hol áll meg. Fuss, ha futhatsz, Miklós, pallos alatt fejed. Ki tudja, hol áll meg, s kit hogyan talál meg. Víz se mossa le rólad a gyilkos nevet. Ha futhatsz, Miklós, pallos alatt fejed! Ki tudja, hol áll meg, s kit hogyan talál meg. Víz se mossa le rólad a gyilkos nevet. Ebből a nehézkő, ki tudja, hol áll meg.
Mi tudjuk, hol áll meg egy szép magyar vitéznek lőn szörnyű halála. És ha már Petőfit szóba hoztuk, a János vitézre utalnék, hogy János vitéz is, ahogy elcsapják őt a háztól, rögtön ugye a zsiványok tanyáján 12 zsiványnak veszi az életét. Hát a főhősünk itt is így indul, hogy rögtön gyilkossággal kezdődik az ő hős története. Azt hiszem, ennél mélyebbről igazán nem lehet a csúcs felé utat venni. Miklósnak sikerül meglógni a Györgynek, ez kapóra jön, a lehető legjobban alakultak a dolgok, hiszen az öccse, akit nagyon szeretnek kitúrni a vagyomból, akire féltékeny, mert minden minőségében nagyobb és jobb nála, most bűnössé válik. De Miklósnak sikerül elszöknie, és bújdosni kezd a nádban, a nádasban. És talán emlékeztek a történetre, hogy rá is támad két farkas, akkoriban még voltak a nádi farkasok, és Miklósnak az életért kell küzdenie. Az egyik farkas a másik farkassal veri agyon. És én most nem tudom, hogy mi a politikailag korrektebb, hogy a lány farkast agyonverni a fiú farkast a lány farkassal. Minden esetre Miklós megúszta ezt az egészet, és erről aztán persze eszébe jut is, hogy ők is mint két farkas, vagy mint hogyha a saját bátyja lenne az ő farkasa. És valami föl is ébred benne, és nem tovább menekül, hanem visszafordul. Visszafordul, hogy ezt a két farkast odafektesse György ágyához, hogy ő majd reggel halálra rémüljön, de nem is ez az első és legfontosabb szándéka Miklósnak, hanem az, hogy elbúcsúzzon az édesanyjától. Úgyhogy éjszaka minden kockázatot vállalva visszaoson, és azt mondja az anyukájának, hogy gyilkosságba estem, lettem bújdosóvá. Hely, ki tudja, mikor leszek bele jóvá. De hiszem az Istent, az árvát sem hagyja, mert azért az árvák gondviselő atya. Tán veszett nevemet, és lemossa vérem, mit fejemre költe, drága jó testvérem. Már csak arra várok, hogy bealkonyodjék, a világ mezőrül hazatakarodjék. És akkor nyakamba veszem az országot, szél sem osz felétek én rólam újságot. A fiát nem látja, még nem is hall róla. Eltemetik hírét, mintha meghalt volna. Hiszem a teremtőt, még
addig nem öl meg. Áldja meg az Isten ezen a világon, még a másikon is szívemből kívánom. Aki meg se halt még, minek azt síratni, mikor a halott sem fog halott maradni. Kedves közönségünk, ez a mai jó hírünk, hogy hiszen aki él még, minek azt siratni, mikor a halott sem fog halott maradni. Lehet, hogy soványka reménynek tűnik, de pontosan ebben a toldiban azt hiszem, itt ez a halvány kis reménysugár épp elég lesz nekünk aztán ahhoz, hogy sokkal több fény jusson majd be a Miklós életébe. Na, hogy itt aztán ebből a mélypontból egy kicsit tovább haladjunk, Miklós újra nyakába veszi a világot, és megy, hogy el ne kerülje a sorsát, és végül föl is ér Pestre. Itt egy kis részt átugrunk, a temetőben találkozik az özvegyasszonnyal, akinek a két fiát majd megbosszulni fogja. Most pedig Pestre ér, és hát a jó tett helyébe jót várja, ezt mindannyian ismeritek ezt a mondást. Ez pedig különösen jellemző, most majdnem azt mondom, hogy ez különösen jellemző magyarokra, de nem, ez azt hiszem így nem igaz. Ez különösen jellemző ránk, emberekre. A jó tett helyére jót várj. Ez egy ilyen mesei fordulat, igaz? Miklóssal is az történik, hogy nem is mondom el, inkább hallgassátok meg. Sikoltás támad, tűz van éva, gyárvíz vagy, víják a várat, egy nagy szilaj bika fut a keskeny utcán, valahogyan vágóhídról szabadulván. A vágó legények csak kiálták, fogd, de a veszett állat karikába forgott, a vágók pedig hisz, mit tehettek másat, bízhatták keményen a döglött kutyákat. Pestváros utcáink, fényes holdvilágban, sok kémény fejjelik, fenn a holdvilágban, úri név jött, ment ott, asszony, lány és férfi, Miklós nézte őket, el is mondta nézni. Miklós nem futott, te csak megállott szépen, s a bikát bevárta az utca középen. Mit akarsz, te fickó, tám bolond vagy, nem lát? A dühött bikát, hogy jön egyenesen rád. Oda van, vége van, jaj, sikoltának, minden ablakából a Pesti utcának. Oda van, vége van, jaj, sikoltának, minden ablakából a Pesti utcának. Jaj. Oda van, vége van, oda van. Akarsz, te fickó, tám bolond vagy, nem lát? A tühött bikát, hogy jön egyenesen rád? Pestváros utcáin, fényes holdvilágban, sok kémény fejjelik, fenn a holdvilágban, új ném jött, ment ott, asszony, lány és férfi, Miklós nézte őket, el is unta nézni. Pestváros utcáin, fényes holdvilágban, sok kémény fejjelik,
Patika kömmel. Benne, ahol világ van, úri név jött mentott. Asszony, lány és férfi, Miklós nézte őket, el is unta nézni. Ott hagytuk abba, hogy jót tett helyébe jót várj. Azt hiszem, mindenkinek világos a cselekedet. Nem is tudom ma, mihez lehetne az ilyesmit hasonlítani. Elszabadult ez a bika, nem volt ember, aki ezzel szembenézett volna, kivéve a mi főhősünket. Miklós odatoppant, szörnyű kiáltással megragadja a bikát a szarvának, lecsavarja a földre, és akkor már is a vágólegények is sokkal bátrabbak, kijönnek, megkötözik az állatot, visszaviszik az olba, istállóba. Hol tartják a bikát? Bika. Réten. Visszaviszik a pesti rétekre. Vágóhídra. A vágóhídra. Na, minden esetre azt gondolnánk, hogy jó tett helyébe jót várj, mindannyian ezt tanultuk, és hogy most aztán Miklóssal valami nagy-nagy jó történik, és sokkal előrébb fog jutni a történetében. De ahogy Ilosvainál mondják, aki elsőként írta meg a Toldit, akinek a munkája alapján Arany János is földolgozta a történetet, Ilosvai azt mondja, hogy azt mondták a Toldinak, hogy oda dobtak neki egy darab májat, és azt mondták, hogy húzzon innen anyja keservébe. Hát ez nagyon csúnyán hangzik, különösen tudva azt, hogy Miklós milyen gyöngéd kapcsolatot ápol az anyukájával. Húzzon innen anyja keservébe, mondja Ilosvai szerint az egyik ilyen vágólegény. Na, Miklós meg is fogadja a tanácsot. Elhúz onnan, ha nem is pont oda, ahová javasolták. Megy, és eljön az idő, hogy betöltse a sorsát, hogy szembenézzen a csevitézzel. Közben György, a róka lelkű bátyja, ki fenn Lajos királynál a tányért váltja, mert nem váltja sokáig a tányért Lajos királynál, mert lebukott. A király kiszűri az ő ármánykodását, hogy valójában magának szerette volna ezt a birtokot, és azt mondja, hogy azért lesz a birtok, aki megvív ezzel a csevitézzel. György persze ebből egyből kihátrál, utána a haját tépi, és a szolgák már nézik, hogy kell-e már kötözni, hogy megőrült-e már annyira, hogy így elherdálta ezt a lehetőséget, de ő maga persze nem mer kiállni a csevitézzel. Miklós pedig áruhában, úgy, hogy senki nem tudja, hogy ki ő megérkezik Pestre, és eljön a nagy csata ideje. Ez a csevitéz már, ha jól emlékszem, 7 napja legyőzhetetlen, a legjobb magyar vitézeket vágja le, és meglehetősen dőfös, de nem azért, mert a csehek mind ilyenek. Nagyon kérlek titeket, hogy ne általánosítsatok. Ez nem egy ilyen cseh dolog, hogy dőfösek vagyunk, és legyilkoljuk a magyar vitézeket. Ez kifejezetten csak erre a csevitézre volt igaz. Minden esetre a magyar királynak ez most már kezdett rettenetesen kellemetlenné válni. Ebben a pillanatban érkezik meg Miklós. Fölvevé a hajna piros köpönyegét, s eltakarta vele az égboltnak felé. Aztán széttekinte Pesten és Budában, nézegette magát a széles Dunában. Duna folyó víznek piros lett a habja, közepén egy barna csónak úszott rajta. A csónakban Toldi nem egyébe vezet, messze felborzolta a lapát a vizet. Széles utca a víz, ember a sövénye, közepén a sziget nyúlik fel beléje. Gyilkos sziget volt ez már heted nap óta, vérrel élt miképp a vérszopó pióca.
Egyszer jön a nagy cseh Búda vára felől, táncol nagy lovával, akkor látom belől. Káromkodik csúnyán a magyar pöcs mérli, hogy nincs, aki merje magát vele mérni. De ímé hirtelen a pesti oldalon nagy örömzaj támad és nagy riadalom. Ismeretlen bajnok fekete paripán vágtat a zászlóhoz és mérkőzni kíván. A két bajnok pedig csónakon egyszerre Indus érkezett meg a bajvívó helyre. Ott Miklós Mihelyes partot ért a lába, csónakát berúgta a széles Dunába. Mintha korcsolyázna futott az a havon, partba vágta orrát a pesti oldalon. Csevitész kérdezi, miért cselekedte hajóját a Dunán, hogy eleresztette. Nem egyébért vitéz Miklós így felelt meg, hanem hogy egy csónak elég egy embernek. Egyikünknek itt magyászos lesz a vége, s nem lesz a halottnak hajóra szüksége. Nem egyébért vitéz Miklós így felelt meg, hanem hogy egy csónak elég egy embernek. Egyikünknek itt magyászos lesz a vége, s nem lesz a halottnak hajóra szüksége. És bizony nem is lett hajóra szüksége egyiküknek. Miklós jól számolt, hogy egy csónak elég lesz visszamenni. Bár ebbe bizony belejátszik a véletlen is, és a cseh vitéz otrombasága is. Mert hogy ő persze mindenféle csellel próbált Miklóson felülkerekedni. Először is azt gondolt, hogy majd jól megszorítja ennek a magyar gyereknek a kezét, hogy aztán az már is föl fogja adni a harcot. Fordítva sült el a dolog. Nem tudta, hogy Miklós az a fiú, aki farkasokat öl, és malomköveket dobál, és petrencés rudakkal irányítja el a magyar sereget, hogy másról most szót se ejtsek, úgy megszorította a csevitész kezét, hogy a vér kiserkent az ujjaiból. Na, akkor aztán egyből úgy gondolta, hogy jobb lenne ezt föladni. Édes öcsém, ne kívánt halálom! Miklós pedig megkegyelmez neki. Most akart mondani, hogy naív vagy jó indulatú, de azt hiszem, hogy nem kellene ezt így címkéznünk. Miklós jól teszi, hogy kegyelmet ajánl a csevitéznek. De a csevitéz ezt nem fogadja el, mint olyan, mint egy Darth Vader, hogy végül is, amikor Miklós elfordult tőle, akkor úgy dönt, hogy megtámadja Miklóst hátulról, de a Duna vizében Miklós ezt meglátja, és végez azzal a gonosz csevitézzel. Innentől kezdve pedig világos, hogy mi a történet vége. Győz az igazság, és jó tett helyébe, jót várj, mert végül is a király nagyon megörül Miklósnak, rangot, címet, elismerést kap, felmentést a bűnei alól, és végül beteljesül az álma, és azt csinálhatja, amire született, a magyar király vitézévé válik. És itt véget is érne a történetünk, de egy apróságot kifelejtettünk belőle. Mielőtt a csevitézzel megküzdött volna, Miklósnak honnan lenne sisakja, paripája, felszerelése? Az édesanyja nem felejtette őt el, és kedves szolgájukat, Bencét utána küldi a városba, hogy keresse meg. Elképzelni nem tudom, hogy Bence hogy találta meg Miklóst, de úgy tűnik, hogy a sorsuk ez volt. Nem lehetett nem megtalálni egymást. Szóval Miklós rátalál, vagyis Bence rátalál Miklósra, és az anyukája által küldött 100 aranyat, fogalmam sincs, de az valami hatalmas pénz lehetett, átadja Miklósnak, aki így aztán most már ki fog tudni állni a csevitéz ellen. De azt mondja, hogy 99-et megtartunk a felszerelésre, a csatára, egyet pedig most elmulatunk. Úgyhogy a történet lezárásaként kísérjük el Miklóst ebbe a mulatságba. Kocsmáros, hol vagy a terem burádat? Alszol vagy meghaltál, miért nem gyújtsz világot? De hogy alszom, kit hoz a forgó szél megint? Itt a mécs bor is lesz, pince kell vagy pint? Nem kell pint se vicce, hiába is adnád, egy csöppet se hoz, vagy hozz egy öreg kannát. Mikor pedig a nagy kanna megérkezett, mint a birkózásnak neki gyürekezett. Felhajtál majd félig az öt pintes pohár, Bence megsokalta, az Istenért megárt. Árt, nem árt, én azzal keveset gondolok, te pedig kicsit tartozik a dolog.
Ha örül az ember, csak nyűk, hogy van esze. Temessük el ezt ma, itt van, így áll nesze. Toldi meg a kannát, felkapál kezébe, és kipattant vele vígan a középre. Ivott is, táncolt is, majd leszakadt a ház. Bence mindig mondta, meg árt a bor, vigyázz. Ivott is, táncolt is, majd leszakadt a ház. Bence mindig mondta, meg árt a bor, vigyázz. Toldi pedig rakta ugyancsak a táncát, verte a fejében a mester gerendát, széles jogetében gurjantott nagyokat, ivott megint táncolt, megint ivott sokat. Árt nem árt, inavva nem gondolok, hajrá! És az öreg kannár magasan felhajtá, búzsuljon a lovad, elég nagy a feje. Nem volt ilyen kedvem, van száz esztendeje. Kannár nekem csaplár, pintett az öregnek, mert nehéz a kanna. Kezei remegnek, hajrá, hajlakjuk el a bubán a torát. Ámos a csaplárunk, ígyük meg a borát. Így áll vén cimbalom, mindjárt átlacsolom. Belém inkább uram, amúgy iszonyodom. Magadéból ingyen, halod-e kocsmáros, így úgy, mintha innál. Uram, nem lesz káros, ha csak ennyit tudtok, mondta Miklós inni, igya meg a föld a maradékot inni. Ha csak ennyit tudtok, mondta Miklós inni, igya meg a föld a maradékot inni. Toldi pedig rakta ugyancsak a táncát, vette a fejében a mester gerendát, színes jogetében ugyantott nagyokat, ivott megint táncolt, megint ivott sokat. Toldi pedig rakta ugyancsak a táncát, vette a fejében a mester gerendát, színes jogetében ugyantott nagyokat, ivott megint táncolt, megint ivott sokat. Elszaladt előle a bogja kemence, felborult ütéből, úgy elgyengült Bence. Toldi is beléunt a mulatozásba, asztalon leborult két izmos karjára, mesztelen karjában dagadtak az erek. Úgy aludt el, úgy hát a hatalmas gyerek. Na hát nekem is sokkal jobb kedvem lett így, remélem, hogy ti is élveztétek és velünk bulisztatok. Ez volt tehát a Bob és Bobék Orkesztra, Arany János Toldiából hallottatok részleteket. Bemutatom a zenekar, Dévényi Zoltán gitározott. Köszönjük szépen, nagyon jól esik a taps! Olá Edmond Mizó beatboxolt. Ilyenkor muszáj elsütnöm a dobos poénjaimat, hogy a dobos a zenész legjobb barátja. Aki még nem zenész, de már nem közönség. Basszusgitáron Eged Mártont hallottátok. Én Horváth Kristóf vagyok, gúnyneven színész Bob. És a zenekarunk éke pedig Bakos Bettika, aki énekelt. És ha már ennyire tapsoltok, kedves nézők, ott a képernyők előtt, hát ilyenkor illik azért egy búcsú számra visszajönni. Mit szeretnétek hallani? Hogy? Még egy Petőfit? Igen? Jó, mondjuk melyiket? A befordultam a konyhá... Jó, rendben van, nagyon jó választás, jó ízléssel választottatok, nagyon szeretem ezt a verset, talán tudunk rá valami kis dallamot exkábálni, sőt, azt gondolom, hogy még egy másik Petőfi verset is belecsenhetnénk, és akkor legyen ez egy ilyen fiúknak egy jó tanács, hogy hogyan kell csajozni.
képzelem el, hogy Petőfi berúgja a kocsmajtót, fölhajtja a galériát és bepöccint egy fél krajcárost a zenegépbe. Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára, azaz rágyújtottam volna, hogyha már nem égett volna. A pipám javában égett, nem is mentem én a véget, azért mentem, mert megláttam, hogy oda bent szép leányba. Kis Jány, ide hozzám egy szóra, vagy ha tán jobb nevem veszed egy csókra. Azt se bánom, ha kettő lesz belőle, de még ez is, ha úgy tetszik, pengőbe. Jeri, de már, ha mondom, ne légy olyan akaratos galambom. Eszem azt a képutató szívedet, úgy is tudom, hogy a csókot szereted. Tüzet rakott eszem, lobogott is, amint rakta. Jaj, de hát még szeme párja, annak voltam nagy a lángja. Mit beszélsz, hogy nem értesz le hozzája? Kopasz mentség, megtanítlak én rája. Megtanítlak amúgy hirtelenében, mert nekem ez már régi mesterségem. Mestere voltam már gyerekkoromban, lesben álltam amott a kis ajtóban. Ha jöttek az iskolából a jányok, kiugrottam csókkal este utánok. Én beléptem, ő rám nézett, Alika meg nem igézett. Égő pipám kialudott, a vossz szívem én meggyulladom, meggyulladom, meggyulladom. Piros kis szádat, most láttam az olba menni anyádat. Tudod, soká szedi össze a tojást, addig akár nagyon csókoljuk egymást. Tudod, soká szedi össze a tojást, addig akár nagyon csókoljuk egymást. Tudod, soká szedi össze a tojást, addig akár nagyon csókoljuk egymást. Addig akár nagyon csókoljuk. És a Betyárcsárda zenegépében a félkrajcáros ezt a számot tette Petőfi Sándornak. Tudod, soká szedi össze a tojást, add ide hát azt a piros kis szádat, most láttam az olba menni anyádat. Tudod, soká szedi össze a tojást, addig akár agyon csókoljuk egymást. Azt hiszem, ez nem igényel különösebb kommentet. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, és maradjatok együtt Petőfivel és Arany Jánossal is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Bob és Bobék Orkesztra voltunk. Sziasztok!